Sziasztok, kedves nézőink! Ez itt a Parallaxis Labor második évada. Újra itt vagyunk a Kármán laboratóriumban, dr. Habő Vince Miklóssal. Ez egy másik akvárium, ahol valami fajta más dolog fog történni, mint az elsőben, de ezt majd Miklós elmondja nektek. Sziasztok, igen, meg szia Géza! Ebben a kádban, vagy akváriumban, vagy aminek akarjuk nevezni, valóban egy hasonló dolgot fogunk művelni, mint múltkor, amikor ugye cunamikat modelleztünk a laborban. Ehhez képest mi történik most? Megint az van, hogy van egy kihúzható válaszfalunk, de most nem magasságkülönbséget csinálok a két oldal között, hanem csak hőmérséklet különbséget. Igen, ezt gondoltam, mert adtál nekem valamilyen kis izét, szondát. Gondolom, ezzel mérni kell majd, nem? Igen, csak kulturáltan használd, felelősséggel. Az egy hőmérő, egy sima hőmérő. Most, ha már ott vagy, akkor tényleg léci, mérd meg, hogy... Szenzor. Szenzor, köszönöm. Igen, bocs. Azzal a szenzorral léci, és mérd meg a víznek a hőmérsékletét. Jó. Ugye a hőmérséklet az, amit a hőmérő mér, kedves gyerekek. Mindjárt meg tudjuk, hogy mi az. 22,6 fok. 22,6 fok, nagyon jó. Van ebben, tehát nagyjából szoba hőmérséklet van, abba a víznek, a tartálynak ebben a részében, de itt van egy kihúzható rekesz, amiben most nem az van, hogy magasabb vízet töltöttünk, mint hajdanán, hanem beleraktunk egy csomó jégaksit. Tehát ennek következtében itt elméletileg feltehetőleg hidegebb lesz. Igen, így is van. Itt 16,4 fok van, tehát egy jó 10 fokkal hidegebb. Ez már elég lesz a kísérlethez? Igen. Jó. Bármilyen kicsi hőmérséklet különbség elég, ugyanis miről van szó? Arról van szó, ugye, hogy a hidegebb víz az nehezebb, és ezért aztán, hogyha kihúzzuk ezt a válaszfalt, akkor az ezen az oldalon levő hideg víz, aminek nagyobb a sűrűsége, az alulra be akar kúszni. 4 fokig. Így van. Na, ez egy nagyon érdekes kis csavar a történetben. De most szerencsére abban a tartományban vagyunk, ahol jó közelítéssel igaz az a történet, hogy a hidegebb víz az egyúttal nagyobb sűrűségű is. Ugye tényleg 4 fok környékén megfordul a dolog, ezért mi nagyon hálásak lehetünk, mert a földi élet sokat köszönhet a víznek, ennek a furcsa tulajdonságának, amit most említettél. De most ne térjünk el a tárgytól. A lényeg az, hogy arra leszünk kíváncsiak, hogy egy ilyen frontterjedési helyzetben mi történik. Ez miért frontterjedés? Azért, mert amikor a légkörben jön a hideg front, az kb. Egy ugyanilyen helyzet. Nem csak ott nem vízzel, hanem levegővel. Tehát ott arról van szó, hogy hát a... vízpáradós levegő, tehát végül is az... Hát igen. De hogyha nincs benne vízpára, akkor is ugyanez a sztori teljesen száraz levegővel is lejátszódhat. Uh-huh. Tehát itt az a lényeg, hogy a nagyobb sűrűségű lent szeretne lenni, és bekúszik a kisebb sűrűségű alá. Na most persze nyilván semmit nem látnánk az egészből, ha nem lenne itt ez a csodálatos barátunk, ugye a kék ételfesték, akikkel már megismerkedhettek a törzs hallgatóink és nézőink. Hát a hallgatóink kevésbé, hiszen vannak olyan formátumok, amik annyira tökéletesek, hogy kép sem kell hozzá, de a kísérlet bemutató az még nem ez. Tehát a kísérletek bemutatásához én azt hiszem, még mindig szükséges a vizuális input, és ezt szolgáltatja a kék ételfesték, mert hogyha nem lenne, akkor nem látnánk az egészből semmit, mert amúgy a hideg víz az nagyjából tök ugyanúgy néz ki, mint a meleg víz. Hát vagy ilyen olyan látásának kéne lenni az embereknek, mint a predátornak, hogy mondjuk a hőt látnád, és akkor tök jó. Ezt mi csináljuk a laborban, infrakamerával fölülről lehet filmezni, és akkor tök jól látszik. Viszont oldalról akkor sem, mert az üvegfalon nem lát át az infra. Tehát feltetőleg a predátor se. Na de nézzük, hogy mit látunk mi a kék ételfestékkel felszerelkezve. Felhúzzuk a falat, és akkor... Mehet a fal, mint a... Mehet a fal, így van. Jól odavágtam. Elindult a front. Igen, és akkor most... Na, innen nagyon félelmetes, nem tudom, tudjátok-e, van az a film, a Köd. Na, ugyanez történik, csak egy tó felületén jön így a füst, és... Most ilyen majdnem kifutottam a szobából, mert ez nagyon félelmetes. Ez jó, a... tehát akkor most megkérjük a csapatot, hogy valami rohadt félelmetes zenét vágjanak alá. Így gondoltad? Aha. De nem? Igen, igen, de valójában tényleg olyan, mintha egy élőlényt látnál. Igen, igen. Viszont az az érdekes az egészben,
az a szép az áramlástani hasonlóságban, hogy ez a pici izé, amit mi csinálunk itt ebben a kicsi, egyszerű kísérletben a laborban, az tényleg ugyanúgy néz ki, mint ahogy egy időjárási front is látszana, hogyha kék ételfestékkel meg tudnánk festeni. Beleértve még azt is, hogy ilyen szépen visszakunkorodik az alja, ha megnézed, ami persze amiatt van, mert hogy súrlódik tulajdonképpen a felszín. Igen, ez nagyon érdekes, amúgy azt látom erről, hogy ugye nagyon érdekesen látszódik, ahol ez az ételfestékes víz az oldalával csatlakozik, ugye ott súrlódás van, ezért turbulens áramlás, és alapvetően a közepe az pedig ilyen kvázi lamináris, tehát az eleje az egy kicsit gömbölyű, tehát pont ugye ez a tankönyvi áramlási kép. Lokálisan láthatsz örvényeket. Igen. És az örvényes áramlásokra mondod te, hogy turbulens, igen. Mert te tudsz ilyen szavakat, igen. És teljes, mármint hogy az ilyen szabálytalan örvényekkel jellemezhető áramlásra, és ez tényleg így van, az tényleg turbulens. De itt csak tényleg jól látod, hogy csak ezen a helyen, igen. Ami a frontnak az úgynevezett feje, és ezért aztán a frontnak a feje az tényleg megvastagszik. Tehát vastagabb, mint amúgy a nyakától kezdve végig, de nézd, itt meg szép, szép nyugi van. Igen. És az időjárásban is ez a helyzet. Na most ugye fölmerülhet a kérdés, hogy amikor mi kinyitjuk az ajtót télen, és bejön a levegőben egy hideg front, akkor miért nem az történik, hogy alul bekúszik, és csak a lábunk fázik, miközben fölül nem érzünk az egészből semmit. Mert paddófűtés van, és ez folyamatosan melegít alul. Hát ez egy jó magyarázat, mert a paddófűtés is mit csinál? Konvekciót, vagyis megmozgatja az anyagot, de igazából még paddófűtés sem kell hozzá, mert mi magunk a hétköznapi méretskálánkban felkavarjuk, tehát mi lokálisan tényleg, ahogy mondtad, egy turbulens, vagyis rendezetlen, még több, mint örvényes, tehát olyan, hogy rendezetlen és persze örvényekkel teli áramlást hozunk létre, olyan, minthogyha mondjuk itt fognám magam, és ez a szép Erdélyben vásárolt mosolygós, ami nem csak hogy mosolygós, hanem bajszos. Bajszos, fütyülős. Na, de hogy látod, fokanala. Mit műveltem? Itt lokálisan felkevertem, tehát itt azonnal eloszlott. Ugye tudjuk, hogy ne feledjük el, hogy a kék az a hideg, és az átlátszó az a meleg. Vagyis itt ahogy a festék össze van keveredve, ugyanúgy a hőmérséklet is könnyebben ki van egyenlítődve, hogyha van ilyen mozgás, amivel mi felkavarjuk, és ugye ez történik a mi hétköznapi életünkben. Kinyitjuk a lakásajtót, bejön a hideg front alul, vagyis ott jönne be, hogyha nem lenne turbulens az áramlás, de mivel, hogy itt mocorgunk össze-vissza, meg hűt a padló, vagy fűt, meg minden, ahogy mondtad, emiatt aztán tényleg egy ilyen jellegű áramlás van a hétköznapi életben. De a meteorológiai léptékben, tehát a kilométeres skálán meg ez a helyzet. Tehát ott látható, hogy itt nyugi van, tehát hogyha nem ekkorának képzeljük magunkat ebben a modellben, hanem ilyen pici milliméternél is kisebb kis embernek, akkor nem tudnánk felkutyulni az egészet, és emiatt van, hogy nagy léptékben tényleg így néz ki, vagyis nagy léptékben nem tűnik turbulensnek ez a hideg front terjedés. Igen, de idővel ez összekeveredik ugyanúgy. Itt a kísérletben? Nagyon lassan. Ez a visz, hogyha nincs ez a keverés, akkor a hőmérséklet igazad van, ki fog egyenlítődni hővezetés révén, csak hogyha nincs ez a fajta keverés, ami mozgással jár, amit mondjuk advekciónak vagy konvekciónak hívnak, hanem tényleg csak a hővezetéssel egyenlítődik ki a hőmérséklet, az rettenetesen lassú, meglepően lassú. Tehát, hogyha órák múlva visszajönnénk, és mondjuk a hőmérőt ugyanúgy bedugnánk az aljába meg a tetejébe, akkor ugyanúgy meg tudnánk mérni a hőmérséklet különbséget, és ugyanúgy élesen látnánk relatíve a kék meg az átlátszó réteg határát. Tehát ez a szép az egészben. Hajlamosak vagyunk a hétköznapi életben fölülbecsülni ennek az elkeveredésnek a gyorsaságát, de hogyha csak a hővezetésről lenne szó, akkor ez egy nagyon lassú folyamat lenne, és igazából ezt szemlélteti ez a kísérlet. Amit meg ugye a fakannállal csináltam, az meg nem a hővezetés. Tehát az pontosan az az ellentét, ami kis léptékben érvényesül, de a nagy léptékben, a meteorológiában meg nagyon gyakran ez van. Tehát ezért van az, hogy bejön egy hideg front, akkor az egy időjárási helyzet, elég sokáig meg tud maradni. És nagy léptékben, tehát hogyha a fakannálas dolgot nézzük nagy léptékben, mondjuk egy hegy, vagy valami geometriai forma, vagy felhőkarcoló, vagy valami bele tud szólni mondjuk így módon a meteorológiába? Persze, abszolút. A hegyek főleg. Igazából ez inkább a hegyek léptéke. Ugye erre van nekünk egy modellhegységünk.
ezzel szoktuk vizsgálni egyébként, hogy mi történik akkor, amikor egy ilyen front egy domborzati akadály fölött áthalad, és elég érdekes dolgok tudnak történni. Például, amikor jön a front, egy ilyen hegység úgymond megvezeti az áramlást, és akkor utána is hullámozni fog az áramlás, amikor már nincsen hegy. Tehát úgymond ez a domborzat megtanítja őt hullámozni, és aztán ő onnantól kezdve, hogy ezzel a kényszerfeltétellel így rákényszerítettünk egyfajta rezgést az áramló rendszerre, onnantól kezdve az folytatja. És ilyenkor ilyen hullámzó alakzatok alakulnak ki a hegyek mögött, amiket hegymögötti hullámoknak nevezünk. És amikor ezek olyanok, hogy szépen felhők kirajzolják, és így át is buknak ezek a hullámok, abból lesznek a gyönyörű Kelvin-Helmholtz nevű felhők, amik olyan csipkézett, ilyen szabályosan ismétlődőnek tűnő. Mint amit megfestett a Van Gogh? Vagy? Igen, igen. Szerintem legalábbis azon a festményen, egy a híres festményén, ami ilyen örvényt ábrázol az égen, úgymond, igen. Szerintem egy ilyen Kelvin-Helmholtz instabilitás látható rajta. Ez érdekes. Ez tényleg érdekes. Még egy dolgot szeretnék mutatni, hogy közben a frontocskánk végigért a kádon, és elkezdett visszaverődni. Most persze igazából ő már stabil helyzetben vannak, mert tényleg a nagyobb sűrűségű van alul, a kisebb sűrűségű van felül, tehát minden stabil, szép és jó. De a frontnak a megvastagodott feje visszaverődik, úgyhogy ott nagyon-nagyon-nagyon lassan jön vissza egy belső hullám, ami nem más, mint a frontnak a megvastagodott feje, ahogy jön visszafelé. Ez ugyanolyan, mint a vízfelszíni hullámok itt fönt, csak éppen sokkal lassabb. Lassabb is lent van. Egyébként még az a kérdésem lett volna hozzád, hogy ugye ezt megtettük, körülbelül 10 fok volt a különbség a kettő víz között. De mondjuk ez befolyásolhatja, hogyha valami nagyon meleg és nagyon hideg légtömeg, tehát hogy a reakció gyorsaságát vagy valamit befolyásolni? Igen, nagyon jól látod, mert a front terjedési sebessége az a hőmérséklet különbségnek a négyzetgyökével arányos, ami azt jelenti, hogy mondjuk hogyha négyszer nagyobb hőmérséklet különbséget csináltunk volna, akkor kétszer gyorsabban ment volna a frontunk. Hát köszönjük szépen ezt is, nagyon sokat tanultunk, én is, meg szerintem mindenki, aki hallgatott minket, meg látott minket, úgyhogy legközelebb ismét jelentkezünk, addig ne felejtsetek el lájkolni, és feliratkozni a patreon.com/parallaxis oldalon keresztül. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!